A szinte nyárias időjárás ellenére nem mindenkinek alakult kellemesen a hétvége, hisz igen szomorúan alakult a baleseti statisztika, és sajnos vagyon elleni bűncselekmények is történtek. A Védünk mai vendége Gál Jenő rendőrőr, nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban. Milyen volt a hétvége? Köszöntöm én is a tisztelt tévénézőket is. Hát sajnos ez a hétvége sem telt el közúti tragédia nélkül. Pénteken délután 18 óra 35 perckor Hidas belterületén egy horvát állampolgár az általa vezetett BMW típusú személygépkocsival a kijelölt gyalogátkelőhelyen nem adta meg az elsőbséget az úttesten áthaladni szándékozó 40 éves helyi férfinak. A gépkocsi a megengedettnél lényegesen gyorsabban haladt, és a gyalogost későn észlelve fékezett. Ekkor már megállni nem tudott. A gyalogos az elütés következtében a helyszínen meghalt. A külföldi okozó ellen megindítottuk az eljárást. Ezen felül a hétvégén történt még 2 súlyos és 7 könnyű sérüléses baleset, valamint majdnem 2 tucat koccanásos baleset is, ami azt jelenti, hogy nem voltunk elég figyelmesek és körültekintelk a közlekedésben. A szomorú baleseteken kívül vagyon elleni bűncselekmények történtek-e? Igen, sajnos keresünk egy lopott autót is. Szombatra virradó éjszaka folyamán az Endres-György utcából ellopták a Béla Gáspár 418 forgalmi rendszámú sárga színű Trabant személygépkocsit. Kérjük, aki tud valamit az autóról, az jelezze a 107-es segélykérő telefonszámunkon. Még egyszer a rendszám Béla Géza 418. Ezen felül a csalók is igen aktívak voltak az elmúlt hétvégén. Egy pécsi fiatalasszony például bejelentette, hogy elveszett személyi igazolványával valaki mobiltelefont vásárolt, majd arról több mint 100 000 forint értékben telefonált. Egy pécsváradi férfi jelentette be pénteken délelőtt, hogy a Széchenyi téren valutaváltás közben 200 000 forinttal becsapták. Egy másik esetben egy pécsi férfi elveszett bankkártyájáról emelt le valaki 200 000 forintot, ehhez persze az is kellett, hogy a tolva ismerje az adott kártya PIN kódját. Tulajdonképpen ezeknél az eseteknél ismeretlen az elkövető, és nagyon nehéz is lesz őket megtalálni. Az említett esetek közös tanulsága viszont az, hogyha egy kicsit jobban vigyázunk értékeinkre, okmányainkra, esetleg csak hivatalos helyeken próbálgatunk pénzt váltani, akkor nem történnek velünk ilyen dolgok. Voltak-e olyan elkövetők, akik épp ezen a hétvégén buktak le? Igen, voltak sikeres elfogásaink is az elmúlt hétvégén. Például a Jurisics utcai szolgáltatóháznál egy pécsi férfinek ellopták a mobiltelefonját. Röviddel az eset után a tolvajt a járőreink sikeresen megfogták. A Centrum áruházban egy fiatalkorú elkövető cipőt lopott mintegy 10 000 forint értékben, őt viszont az alkalmazottak adták át a rendőröknek. Sikerült egy Interpol körözött szemét is előállítanunk, aki külföldi volt, mohácsi rendőrök fogták őt meg. Köszönöm szépen, és reméljük, hogy ez a hét majd nyugalmasabban alakul, mint az előtte levő hétvége volt. Én is ezt kívánom.